Jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Ez egy napi vlog lesz, mint azt láthatjátok. Életem vételére készülök. Le van foglalózva, már fogok is érte menni. Viszont előtte, hát be kell ugranunk a Decathlonba, hogy is holnap életem legnagyobb hülyeségére készülök. És ahhoz be kell vásárolnunk néhány cuccot. Ez egy nagyon hosszú két nap lesz, remélem, hogy sikerül mindent úgy felvenni, ahogy. De előtte menjünk vásárolni. Az első és legfontosabb, ami amúgy nekem soha az életemben nem volt, az egy bicós gatya, mert hát elmondtam amúgy minek? Nem. Oh, mit sem sejt még. Szia Dana. Minden rendben, éppen készülök a holnapi napra. Nagyon jó lesz. Hát, azt nem mondom, hogy ez 10. El nem tudom képzelni igazából, mennyi időt fog igénybe venni ez a holnapi nap. Szerintem 10 plusz, de még azon sem lepedném meg, ha 20 óra. És hogy ez a szivacsos gatya bármit segítene azon, szerintem nem érzem még azt, hogy ez egy jó ötlet. Sose éreztem azt, hogy ez egy jó ötlet. Elkezdettünk egy csomó pénzt, minden szükséges hozzávalót megvettünk az utazáshoz, de még mindig úgy érzem, hogy hülyeség, és semmit nem fog segíteni a következő napba. Mindegy. Ki lett találva, meg kell csinálni. Kellemetlen helyzetbe kerültem, mindig mikor megkérdezik, oda jön egy kedves kisfiú vagy kislány, hogy te vagy a Benny Pova, mindig azt mondom, hogy nem. Vagy mindig összekevernek, és most el is hitte, és olyan rossz érzés volt, hogy ja jó, és elment. És rosszul éreztem magam, és oda mentem, és beszélgettünk, fotót csináltunk, úgyhogy nyugodtan odaértek hozzám bármikor, szinte bármikor, és nem kell megkérdezni, hogy én vagyok-e, hogyha tudjátok, hogy én vagyok, hanem szia Benny, szeretnék fotót, videót, beszélgetni, hogy vagy, mi újság, nem kell izgulni, felesleges emberből vagyok, mint ti. Na hát igazából most az a részem, hogy a kicsi pólóval vagyunk, nem tudom, láttatátok-e, ugyebár felrobbant a motorja az autópályán, fasza, de most újra duruzsol, megkapta az új motort, egy 90.000 kilométeres ugyanolyan motort kapott, mint ami volt benne, csak hát ugye ez él. És hát még nem egy életbiztosítás az autó, Fenya úgy adta ide, hogy most járkáljak vele, tesztelgessem, de azért hosszú távra most nem menjek, mert valami a váltóval nem korrekt, nem oké. És nem javasolta, hogy lemenjünk vele a Balcsira, úgyhogy ő marad. Na időközben megérkeztünk Alsóörsre, erről még amúgy szerintem videóban nem esett szó, de mi félig alsóörsiek is vagyunk, és itt szoktunk lent nyáron bandázni a családdal, és hát itt lesz majd a kiinduló pontja a holnapnak, viszont az áru, amit át kell vegyünk, az Almádéba lesz, úgyhogy oda még át kell vonatoznunk vissza, viszont előtte muszáj ennünk egy Bitang burgert, mert bitangélyesek vagyunk, úgyhogy ezt bétoljuk, aztán megnézzük, hogy miért, mit kezdek az életemmel, úristen, megnézzük, hogy mit fogok venni. Mit kell tudni a paripáról? Az, hogy ez egy jó. Egy jó gép? Jó vétel? Jó. Még jó, hogy megvettük a Dudát. Zseniális. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, viszlát. Vajúban azért már sok hülyeségre költöttem a pénzemet, de ez nem tartozik közéjük. Az az igazság, hogy nagyjából látjátok, hogy ez mekkora emelkedő, nem mondható olyan meredeknek, de le kellett szállni, mert nem tudunk feltekerni. Nem tudom egyenlőre elképzelni, hogy teljesíteni fogjuk a holnapi napot. Mindent bele fogunk adni, de akadhatnak problémák. Például, hogy ezzel megyünk. Baj van? Még nincs. Fú, ez nagyon szalajt. Jó vétel volt? Zseniális. Ennél jobbat még nem csináltunk? Ennél jobbat még nem. Oké, Mókás vett egy ilyen biciklit. Minek? Hát most jön a slusszpoén, hogy ez egy olyan napi vlog, ami egyben egy hype-olója a következő videónak, hiszen holnap nem a kamerás úrral, akit láthattatok az előbb, nem Ábellel, hanem egy 190 centi magas, 110 kilós emberrel, aki nem sejti, hogy milyen biciklivel, de körbe fogjuk biciklizni a Balatont. Az a durva, hogy... Hoppá! Hogy leszúzlak titeket! Az a durva, hogy azért sokan járkálnak a bicikli úton, elektromos biciklikkel, meg mindenfajta karbonszálas országúti kerékpárokkal, de mégis a miénket nézik meg a legjobban. Nem mindig a drága dolgokat kell megvenni, srácok. Még lehet, hogy nem is akarjátok, hogy megnézik, mindegy, mi se, de megnézik. Indokoltan, mert ez egy király verda. Most az a csel, hogy Dana csak holnap reggel fogja megtudni,
hogy mivel megyünk, hogyha el kell dugni valahol a portán. Nem tudom, hogy hol. Hol lehet egy ilyet eldugni? Az a baj, hogy olyan természetű ez a fiatalember, hogy mindenhova beles. Hol van az? Ide úgyse fog benézni. Tökéletes. Nagyon jó. Az Isten küldött nekünk egy jelet, amit most vagy veszünk, vagy nem, de a lényeg az, hogy most hát pár órával ezzel elkezdődött az alsóösi sörfesztivál. Hamburger evő verseny, korlátlan sörkóstolgatások. Oda levennénk, az a baj, elraktunk, de levennénk a picóval, tuti kapnánk ingyen mindent. Az a telefonom volt. Közvéleménykutatás, szerintetek, szavazzátok már meg, hogy tudjuk-e teljesíteni ezt a távot, ugye körbe a Balatonon 200 ennyi kilométer, vagy sem, és hogyha nem, akkor miért nem? Szerintetek milyen komplikáció fog fellépni? Elfáradunk, tönkre megy a bicikli, valamelyikünk lesérül. Szerintetek mi lesz a kiváltó oka annak, hogy nem fogunk visszaérni? Legalábbis nem a biciklivel. Érdekelne. Megjöttem. Szia, Dana! Szevasztok, srácok! És igazság szerint, ahogyan pár perc ezelőtt is hallhattátok, itt sem volt jó a mikrofon, konkrétan használhatatlan a rész. Viszont már nagy extra nem történt, átbeszéltük a holnapi napot, meg hogy hogyan ismertük meg egymást, de az igazi móka úgyis a következő videóban fog kezdődni. Addig is iratkozz fel, hogyha még nem tetted, és hamarosan érkezik az igazi lehetetlen küldetés.